ezzel a javaslattal, hogy a sportcsarnokot Continental Arena névre nevezzük át. Azért álltunk elő elsősorban, mert egyrészt kihasználva a társasági adótörvény lehetőségeit, másrészt szerettünk volna jelzést adni arra, hogy támogatjuk a város fejlődését, fejlesztését, a sportéletének fejlődését. A múlt heti közgyűlésen hangzott el, hogy a gumipari cég 5 éven keresztül évi 250 millió forinttal támogatja az utánpótlás nevelést. A döntést komoly tárgyalási és előkészítési folyamat előzte meg, ugyanis a Contitech Magyarország Kft. A Nyíregyházán képződő eredményt és az ahhoz kapcsolódó társasági adótámogatás nagyobb hányadát szerette volna a városban elkölteni, ugyanakkor a Mamut vállalatnál a szponzorációk elosztása a cégen belül is komoly feltételekhez kötött. Ezek egyike a politikamentesség, a másik pedig egy nemes eszme vagy aktivitás, így esett a választás a sportra. A döntésben ugyanakkor az is komoly szerepet játszott, hogy a vállalat dolgozóinak jelentős hányada nyíregyházi. Ebben a döntésben benne van az itt dolgozók, a cég vezetésének egy kicsit a lokálpatriotizmusa, és benne van az, hogy szeretünk itt élni, több száz család, aki itt dolgozik cégünknél, ebben a városban él, és szeretnénk hozzájárulni a fejlődéshez, a sport fejlesztéséhez. A sportcentrum vezetése úgy döntött, a támogatásért cserébe új nevet ad a buszacsának, ami ezek után Continental Arena lesz. Mérföldkőnek tűnik a nyíregyházi sportéletben több szempontból. Egyrészt azért, mert korábban jelentős problémák voltak az úgynevezett TAO feltöltéssel, most ez is szinte teljes egészében megoldódik. Másrészt viszont azt gondolom, hogy egy ilyen patinás vállalat, amikor nevét adja egy városhoz, egy sportcsarnokhoz, egy sportszervezethez, ami a nyíregyházi sportcentrum, akkor azért az büszkeség is. Elmondhatjuk azt, hogy a 10 hónapos előkészítő munkát követően sikerült megállapodnunk, hiszen biztos a kedves nézők is sejtik, hogy egy ilyen multinacionális vállalatnál olyan minősítési rendszerek vannak, amelyeken keresztül menni. Az nekünk is egy komoly jelentéssel bírt, mert azt láttuk, azt éreztük, hogy valóban maga a szervezet, a sportcentrum megérett arra, hogy ilyen vállalatokkal is ilyen szoros együttműködés kössön. A modern létesítmény névadása egyébként nem egyedülálló. A világon számos sportlétesítmény, arénák, csarnokok viselik, támogatók, befektetők, nagyvállalatok nevét, amely nem csak reklám a szponzor számára, egyben másfajta minőséget, magasabb szintet, partnerséget is takar.